Radovan Popovics a könyv szerzője, Vujicic D. Stojan a magyarországi szerbek barokk hagyományát továbbvívő szerző, irodalomtudós személyiségét sokoldalúnak és színesnek látja. Ez a történet egy barátról, egy olyan személyről szól, aki rendkívül jelentős a magyar és a szerb kultúra szempontjából. Hidat képezett a két nemzet között. Hatalmas űrt hagyott maga után. A könyv középpontjában egy jelentős és gazdag életút áll. A könyv szakmai lektorának, dr. Márkó Csúdityot, a belgrádi hungarológiai tanszék vezetőjét kérték fel. Én a recenziómban, a szakmai lektorámban őt a szerb irodalom Stefan Zweigjának neveztem. Ugye azt tudjuk, hogy Stefan Zweig egy ilyen nagyon jó életrajzíró is volt, és tényleg Radovan Popovics életrajzait mint egy ilyen thrillert lehet olvasni, tehát nagyon izgalmas, viszont nagyon jól dokumentált könyvekről van szó. Vujicic D. Stojan özvegye műfordítóként tevékenykedett. Mint mondta, évtizedeken keresztül kiegészítették és támogatták egymást férjével. Amikor alkotott, azt ő nagyon érdekesen, amikor leült egy tanulmányt írni, akkor tudtam, hogy ilyenkor őt nem zavarjuk, se telefonnal, se mással, úgyhogy akkor én igyekeztem neki mindig olyan hátteret teremteni, hogy nyugalom legyen. De hogy mikor írta a verseit, az titok. Ő mindig megírta, és aztán csak előjött a verse, de hogy azt mikor alkotta meg, ez csak ő tudta. Tegnap Milosevic Péter, a szintén szerb nemzetiségű magyar íróról emlékeztek meg a Szerb Maticában. Ő nagyon, nagyon különös ember volt, posztmodern irodalmat ápolt, és regénye is tulajdonképpen mind posztmodernek, de valahol a kisebbségi sors minden regényében ott van. Úgyhogy valahol én azt mondom, hogy ő a magyarországi szerbség kisebbségi sorsának a krónikása is. Az eseményen elhangzott, hogy a szerzők fontos lánc és egyben gyöngyszemei a magyar-szerb irodalmi kapcsolatoknak.